Az 1971-es Szexárdi Születi Fesztivál volt az első esemény, amikor a kakasdi székelyek megmutatták hagyományos viseletüket és táncaikat. Az akkori siker alapozta meg a későbbi egyesület létrejöttét. A dívai származású sebestyén Brigitta több mint 30 esztendeje irányítja a civil szervezet életét. Az 50. évforduló tiszteletére emlékélet szervez a közösség, melynek legfontosabb eleme az októberi néptánc találkozó lesz. A nagy néptánc találkozó, ahol ahol ott vannak sokan, összeírtam, 382-t írtam össze, aki ez a 32 év alatt itt jött, ment és valamit csinált. Inkább néptáncolt. E, október 22, tehát, hogy addig be tudják maguknak úgy tájolni ezt az időszakot, hogy akkor haza tudjanak jönni. A néptánc találkozó mellett az év során kiállítás nyílik az 50 esztendő dedikviáiból, székelymesebb mondó verseny és kódus találkozó színesíti majd a programot. Az október 22-i néptánc találkozóra több mint 300 olyan résztvevőt várnak, akik az évek során részt vállaltak a kakasdi székely hagyományok ápolásában. Ez a jó benne, hogy látták azt, hogy hogyan élnek, hogy mi az ő értékrendjük, mi az értékes az ő életükbe, és én azt gondolom, hogy ezt az értékrendet át lehet venni. A helyi néptánc csoport megkezdte a felkészülést a programra. Sebestin Brigita arra számít, a fiatalok látva a szülők lelkesedését követik a példát.